Szerencsés ember, hogy a város életében még mindig újnak számító intézmények intenzív fejlődési szakaszában vállalhat tevékeny feladatot. Nagyon örültem, amikor május 1-én munkába állhattam, és hát ez hál' Istennek azóta is tart, és minden nap boldogan jövök ide, bízva abba, hogy az, ami már jóval korábban elkezdődött, az a folyamat az ma is, holnap is, és azt követően is folytatódni fog, vagyis az, hogy a cég egyre nagyobb lesz, és egyre jobb eredményeket fog produkálni. Mennyi időben telt, mire a KFT-nek a szerte ágazó feladatai mélységében megismerte? Hát én úgy gondolom, hogy ugye a fürdő és a kávézó ugye akkor már működött, amikor ugye ide kerültem. Ugye a hotel az gyakorlatilag körülbelül pont egy hónapra rá indult be, és hát gyakorlatilag az egy hónap mindenképpen kellett ahhoz, hogy én is aklimatizálódjak, és mindent ugye mélységében meg tudjak ismerni. A KFT-nek három projektje van. A Múzeum Kávéház, a Kamilla Gyógyfürdő és a Kamilla Hotel. A Múzeum Kávéházban bezárultak már a beruházások? Befejeződtek a beruházások? Hátradőlhetünk? Én azt mondom, hogy hátradőlni soha nem szabad. Én biztos vagyok benne, hogy a város vezetése is, és mi is úgy gondoljuk, hogy az egyes üzletágainkat folyamatosan szeretnénk fejleszteni. Nyilván ugye ennek egy erős korlátja van, ez pedig ugye az anyagi helyzet. Én úgy gondolom, hogy mindig anyagi lehetőségeinkhez mérten folytattuk le ezeket a beruházásainkat, fejlesztéseinket, eszközbeszerzéseinket. Jelenleg azt mondhatom, hogy hátradőlhetünk, de természetesen nem szeretnénk ennyivel megelégedni. Mihelyest úgy érezzük, hogy van egy olyan ötlet, illetőleg is ahhoz társul anyagi forrás, akkor természetesen tovább szeretnénk nem csak a kávéházat, hanem a fürdőt is és a hotelt is fejleszteni. A Kamilla gyógyfürdő szolgáltatásait nem csak a balmazújvárosi lakosok használják, élvezik, hanem vidékről is szép számmal érkeznek városunkba. Mennyire vannak összhangban a célkitűzések és az eredmények a Kamilla gyógyfürdőben? Én úgy érzem, hogy összhangban van, tehát azért borzasztóan kevés egy vagy két olyan fürdő üzemel Magyarországon, amely nem veszteséges és minimális nyereséget tud termelni. Sajnos mi nem közéjük tartozunk, de én azt gondolom, hogy ez nem fürdő vezetés kérdés, hanem egész egyszerűen sajnos ez egy adottság. Ezzel együtt kell élnünk, és én úgy gondolom, hogy egy olyan szolgáltatást nyújt a Kamilla gyógyfürdő, amely nem csak a balmazújvárosi ember számára fontos, hanem a környékbeli emberek számára is fontos. Tehát én azt gondolom, hogy mindenképpen egy olyan szolgáltatás, amit meg kell tartani, sajnos akkor is még, ha ez veszteséges, de azt is látni kell, hogy azért évről évre jobb eredményeket produkál a gyógyfürdő, ami azt jelenti, hogy egyre többen érkeznek, és hál' Istennek sokkal több bevételt is tud generálni, mint amit előző évben produkált, vagy mint például, hogyha most megnéztük, ugye előző testületi ülés alkalmával ugye került sor az üzleti terv módosítására, hiszen ugye februárban, amikor ugye elkészült az üzleti terv, akkor még ugye a hotel nem szerepelt benne, hiszen akkor még ugye nem volt ismert, hogy azt milyen állománnyal lehet működtetni, milyen bevételek, milyen kiadások várhatóak. Akkor is ismert volt, hogy ezt a üzleti tervet, amit februárban ugye elfogadott a képviselőtestület, ez mindenképpen módosításra fog szorulni. Köszönöm a szót, polgármester asszony. Végre megérkezett a várva várt módosított üzleti terv, amiből megtudhatjuk azt, hogy közel 25 millió forinttal több állami önkormányzati támogatást igényel a Balmaz Kamilla Kft. Dacára a Múzeum Kávéház jobb működésének.
Így már ez körülbelül 100 millió forintot tesz ki, ez az önkormányzati támogatás a KFT esetében. Ebben az üzleti tervben biztos elkerülte a figyelmét az, hogy rengeteg olyan tétel van, amely ebben az évben, mivel induló év a szálloda tevékenységében, nagyon sok eszközbeszerzésre volt szükség. Hát elég sok olyan eszközt kellett beszerezni, amely akár a konyhatechnológiához, akár a cukrászati részhez, akár az INTS, bocsánat, már nem INTS-nek hívják, hanem Élelmiszerbiztonsági Hivatalnak, vagy a NÉBIK-nek például a előírásait be tudjuk tartani, amelyek folyamatosan jöttek elő, hiszen ez egy régen átadott, azt hiszem 2006-ban átadott, vagy 2005-ben átadott hotelről volt szó, ahol a tűzoltóságnak nem voltak olyan előírásai, így utólag kellett olyan dolgokat beépíteni, amelyek később merültek fel. Konyha technológiában olyan fejlesztések voltak, amelyeket utólag kellett megvalósítani, illetve a fejlesztések folyamatosan valósulnak, meg nem csak a szálloda területén, hanem a Balmaz Kamilla Kft. Minden tevékenysége területén, hiszen azt hiszem, hogy 1-2-3-4 telephelyen végzi a tevékenységét a Balmaz Kamilla Kft., és mind a 4 telephelyen szükségesek voltak az előírásoknak megfelelő beszerzések. Úgyhogy ez az összeg, amit itt lát, ez mind a fejlesztésekhez kapcsolódik, tehát nem elveszi a balmazújvárosi emberek pénzét, hanem a balmazújvárosi embereknek a vagyonát gyarapítja, hiszen ezt senki nem fogja innen elvinni. Ez mind a balmazújvárosi önkormányzat vagyonelemei között szerepel, és a balmazújvárosi embereket szolgálja. Szerettük volna, hogyha egy erősebb nyarat követően egy viszonylag gyengébb őszt is megnézzük, és úgy vonjuk le a megfelelő konzekvenciát és következtetéseket. Ezért került sor novemberben, de már a novemberi ülés alkalmával is ugye fény derült arra, hogy ugye szeptember 30-ai állapotot tekintve ugye az időarányosan tervezett bevételeket a Kamilla gyógyfürdő is hál' Istennek túl teljesítette, ami nyilván várható, hogy ez év végén is ugyanígy fog történni. Eddig a fürdőt évente 60 millióval támogatta a város, a szállodával kiegészülve már 94 millió forint támogatást igényel ez a gazdasági szervezet. Úgy gondolom, hogy ezt nem lehet támogatni. Szerintem képviselő úr, bezárhatunk valamit, mondjuk a fürdőt, mert ugye kiemelt, hogy 60 millióval támogatjuk, bezárhatjuk. Tehát ön javasolja esetleg, hogy akkor szüntessük meg a fürdőágazatot, nem kell hozzátenni 60 millió forintot. Mert akkor, ha megszüntetjük, megsporolunk 60 millió forintot, visszafizetünk, mit tudom én, olyan 3-400 millió forint támogatási összeget, és akkor a balmazújvárosiak elmennek Hajdúszoboszról a Hajdúnánásra, Hajdúböszörményben, Árudvarra vagy Debrecenbe fürdőbe. De ezt megtehetjük, vagy a gyógyászat is így akkor megszűnik. Én úgy gondolom, hogyha a képviselő azt mondja, hogy a fürdő támogatása felesleges volt az elmúlt időszakban, mert ugye ha megnézi jól az adatokat, akkor látható belőle, hogy a fürdő folyamatosan egyre nagyobb bevételt termel, tehát ezt azért emeljük már ki, hogy nem rekedt meg a fürdő a, mit tudom én, 10 millió forintos bevételi szinten, mint volt annó esetleg ezelőtt, mit tudom én, 8 évvel, 10 millió forintos bevétele. Most azért, ha megnézi, a bevétele a fürdőnek ennek sokkal többszöröse. És már most, azt viszont senki nem emeli ki, hogy már most túlteljesítette a Balmaz Kamilla a bevételi főösszegét. És nem kis összeggel, és évvégére meg is tudja duplázni. A Hotel Kamilla alig fél éve várja a vendégeket. Mondhatjuk azt, egész nyugodtan kijelenthetjük, hogy túl van a bemutatkozáson. Pont a nyári időszak kezdetén került átadásra a hotel, és igazából addig nem nagyon volt reklám és marketing tevékenység, tehát nem előzte ezt sajnos meg. Nyilván akkor próbáltuk minél hamarabb anyagi lehetőségeinkhez mérten, ugye minél több helyen, tévében, rádióban, szórólapok útján reklámozni a hotelt. Én azt gondolom, hogy ez sikerült, hiszen jó pár hétvége volt, amikor tényleg telt házunk volt, és vendégeket kellett visszautasítanunk, akik szintén jöttek volna, csak nem tudtuk őket fogadni. Hál' Istennek, én aminek külön örülök, hogy júniusban, amikor feljutott az NB1-be a futballcsapatunk, úgyis ugye a július közepén ugye elindult a bajnokság, ők is, hál' Istennek, ugye hozták számunkra a csapatokat, akik rendre itt szálltak meg.
nálunk, akár csak úgy, hogy pihenőszoba alkalmával, tehát aznapi érkezéssel, de nálunk étkeztek, nálunk pihentek, és hát számos csapat pedig ugye már előző nap megérkezett a helyszínre, és minket választott, amire azt gondolom, hogy én külön büszke vagyok. Gyakorlatilag mindennek az alapja a pénz. A minőségi elvárásokat és a pénzügyi lehetőségeket hogyan lehet szinkronba hozni? 66 munkavállalót foglalkoztatunk jelen pillanatban, és hát 20-25 tanuló is nálunk tölti gyakorlatát, és hát ezen kívül még legalább 20-25 egyszerűsített foglalkoztatónk is van. Hát a minőséget én úgy gondolom, hogy az előbb elmondottakból kifolyólag szerintem azt én úgy gondolom, hogy mi annak ellenére is, hogy nyilván anyagilag nem dúskálunk sajnos a legjobbak között, de vagy a javakban, de én azt gondolom, hogy ennek ellenére is egy olyan szolgáltatást, olyan komplett és komplex szolgáltatást tudunk nyújtani mind három üzletágunkban, ami a vendégek számára pozitív, és mindenképpen úgy gondolja, hogy ez érdemes arra, hogy akár visszatérő, vagy akár folyamatos vendége legyek annak az üzletágnak. Melyik a nagyobb kihívás? A pénzügyi forrásokat biztosítani, vagy a humán emberi erőforrást? Úgy gondolom, hogy olyan minőséget és tudást képviselő dolgozókkal veszem körbe magamat, akik adott esetben, hogyha kevesebben is vannak, mint amennyire szükségünk lenne, akkor ők annak ellenére tudják hozni azt a színvonalat, hogy kevesebben vannak. Éppen ezért sokkal nagyobb fejtörést okoz számomra az anyagiak biztosítása, az, hogy azért minden hónapban az előbb említett munkavállalóknak bért tudjunk fizetni. Azért ez minden hónapban egy erős gyomorideget ad számomra. Mindenképpen dicséretes, hogy az önkormányzat 66 főt alkalmaz a három intézményben, valamint a középiskolásoknak gyakorlati helyet biztosít. Emlékszem rá, hogy néhány évvel ezelőtt még az én barátaim gyakorlat után nyomoztak, kerestek, és hát nem biztos, hogy Debrecenben találtak helyet, hanem bizony volt, aki Hajdúböszörménybe, esetleg Hajdúszoboszlóra járt el. Nagyon fontos dolog az, hogy azért itt az túlnyomó többsége mi azért helyi kötődésű embereket alkalmazunk. Nyilván van, amikor ugye környékbeli munkaerőt kell, hogy igénybe vegyünk, de ez nem azért van, mert éppen nem szeretnénk már helyi emberrel dolgozni, hanem egész egyszerűen nem találjuk meg, már nincsen olyan szakember állomány, aki még úgymond a piacon lenne, és ide tudnánk csábítani. Május 1-e óta vezeti a Kft-t. Elégedett a mögöttünk hagyott hónapokkal? Hát ha azt mondanám, hogy igen, akkor lehet, hogy nagyképűen hangzana, de nem, én egy viszonylag örök elégedetlen ember vagyok, ez sajnos egy családi vonás. Nyilván teljesen elégedetlen nem lehetek. Mindig szeretnék jobban és jobban teljesíteni, nem csak én, hanem ezt várom a dolgozóimtól is, hogy mindig jobbra törekedjünk. Ugyan sokszor meg vagyok elégedve, sőt az esetek túlnyomó többségében mindig meg vagyok elégedve velük, de úgy gondolom, hogy azért szerintem egy jó évet fog produkálni ez a cég, úgyhogy elégedetlen biztos nem vagyok, de lehetne jobban is teljesíteni.